Még nem késő rendezni az esetleges adótartozásokat ahhoz, hogy az idei második minősítési időszakban megbízható besorolást kapjanak a vállalkozások. Szabolcs-Szatmár-Bereng megyében 15 ezer adózót minősít a hivatal, az előző negyed évben közülük 5400-an voltak megbízhatók, kockázatos adózó nem volt. A Nemzeti Adó és Vámhivatal cégbejegyzésre kötelezett adózókat, illetve az ÁFA regisztrált adóalanyokat minősíti negyed évenként. Ez azt jelenti, hogy az adózói életutat figyelembe véve az adóalanynak a 3 évet meghaladó adózói múltját tekintjük át. Hogyha nem áll csőd eljárás alatt, illetve felszámlás alatt, vagy nem rendelkezik 500 ezer forintot meghaladó adótartozással, akkor a minősítése megfelelő lehet. Azonban, hogyha ezek fennállnak, akkor kockázatos adózónak minősítjük. A megbízható adózók az általános eljárási feltételektől kedvezőbb eljárásban részesülnek. Például első alkalommal nem mulasztási bírságot kapnak, csak figyelmeztetést.